Hello, Atyesz! Van itt egy kis játék. Elherdáltad a tehetségedet és az életedet, hogy egy hajcsárfőnök önkényes parancsait vakon kövesd. Most az én parancsaimat kell vakon követned. A munkabék jóba köt téged, akár csak a lábadon lévő lánc. 24 órád van megszabadulni a téged húsba kötő lánctól, mielőtt a havi fizetésedet nyalókára költöd. Ahhoz, hogy kiszabadulhass, le kell győzni a legnagyobb gyengeségedet, és természeteddel ellentétesen kell cselekedned. Kezdődjék a játék! Akkor fóliázzunk. Látom, megint ráérsz. Ezt nyisd már ki, legyen valami hasznod is. Na bocsánat, itt vagyok. Itt vagyok, Atyász! Hey! Látom, még mindig ráérsz. Fejtsd meg nekem azt a vackot, mert nyerhetek vele egy nyalókát. Itt egy toll hozzá. Köszike! We'll be right back.
kambodzsai postás. Pingvin, ez komoly! Az ide! Le fog járni az idő. Az már 20 perce lejárt. Mi? Hello, Matyasz! Ha ezt hallod, az azt jelenti, hogy elbuktál. Csak annyi lett volna a dolgod, hogy leülsz a kanapéra, megiszod a sört, az alatta található kulcsal kiszabadítod magad a fogságból, majd elmész a bankba és fölveszed a fizetésedet, mielőtt az utolsó forintig nyalókára költöd. Ehelyett te megint vakon, vadul és elszántan beleálltál a fóliázásba. Szorgalmad jutalma egy éjszakánál tartó fogság a sötét, hideg műhelyben, ahol töprenkedsz azon, hol hibáztál. Vesztettél. Game over. Akkor bá... Sziasztok, mi voltunk az autófóliások. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ha pedig azt szeretnétek, hogy ez gyökér kapjuk a fizetést, akkor iratkozzatok fel a csatornára!